Ünnepi muzsika csendült fel, karácsonyi szimbólumok megjelenítésével, azaz árnyjátékokkal, adventi koncertünk nyitányaként, Daróczi Csaba tanár úr és tanítványai előadásában. Tárogatón játszott Albert József, harmonikán kísért Horváth József. Adventet ünneplő gyülekezet. Az adventi koncert mindig különleges alkalmat idéz. Különleges attól, hogy Soltvadkertváros gyermek és felnőtt közössége a mai esten művészként, alkalmi fellépőkként áll ki önök elé, vállalva az értékek közvetítését, mely egy cél érdekében jött létre, kiemelve az advent jelentőségét, az elcsendesedést, a várakozással teli örömöt, a meglepetés varázsát. Minden évben a templomok adnak otthont ennek a közösségépítő városi rendezvénynek. De mit is jelent az otthon? Az otthont nem lehet falak közé szorítani, nem lehet kulcsra zárni, mert az otthon egy érzés. Egy érzés, amit nem tudsz felépíteni, berendezni, vásárolt tárgyakkal felékesíteni. Az otthon egy érzés, amit nem vehetsz, csak kaphatsz. Tőle. Vele, mellette mindenütt otthon vagy. Kívánom, hogy Csitári Hók Tamás gondolataival lejjenek ma otthonra itt a katolikus templomban, hogy az itt kapott tartalommal és ezzel az otthonérzéssel térjenek majd haza. Most gyülekezeti énekre kérem fel a kedves vendégeket. Dicsőség. 4 versszakkal énekeljük. Orgonán kísér, ifjú Páncél László kántor. Utána pedig adventi gondolatok következnek. Hozdik Zsolt, Esperes úr köszöntőjét hallhatjuk. Dicsőség mennyben az Istennek.
házigazda szeretetével és örömével köszöntök mindenkit itt adventi koncertünkön, adventi együttlétünkön. Hálásan megköszönöm mindazoknak, akik sokat fáradtak ennek a mai koncertnek, akár a művészeti oldalról vett, akár pedig a technikai oldalról nézett előkészítésében, megvalósításában, gyönyörű díszítésnek az elkészítésében és mindabban, ami szépé teheti mai esténket. Nem azzal a gondolattal kezdem, amivel terveztem, mert az ifjúságnak ez a gyönyörű és valóban látványos kis előadása azt hiszem, hogy még jobban kifejezi, amit mondani szeretnék, mint amit eredetileg elgondoltam. Mégpedig azt erre utalt ez a gyönyörű árny és fényjáték, hogy kiért és miért vagyunk együtt, miért és kiért történik minden ebben a 4 hétben, miért és kiért készülünk ebben az időszakban, miért és kiért van egyáltalán karácsony, ajándék, ünnep, szeretet, fény az árnyék fölött, a sötétség fölött, miért van egyáltalán értelme az emberi szeretetnek. Én úgy érzem, hogy ez a gyönyörű kis előadás valóban rámutatott, hogy hova kell megérkeznünk, és honnan születik az az ölelés, amellyel a végén az ajándékokat adták át. Azonban ezt az adventi utat, ezt a készületet, ezt a kiértet és miértet elrontani és elfelettetni akarja velünk nagyon sok minden. Mondhatnánk úgy is, hogy a rossz lélek, mondhatnánk úgy is, hogy a világszellem nagyon sok minden el akarja felettetni. Sokan ismerik Pál Ferenc atyának, az úgynevezett Pál Ferinek, a híres atyának a nevét és gondolatait. Ő mondja egy alkalommal, hogyha azt akarjuk megnézni, hogy valóban Krisztusról szól-e egy karácsony, akkor ne szenteste estéjén nézzünk oda a családra, hanem 24-én délelőtt. Vagy esetleg 24-én délután. Akkor milyen a szeretet, akkor milyen a békeben röpülnek a tányérok, és csapódnak a söprük, mert még ez sincs kész, az sincs kész, és nem is leszünk kész estére. Valóban ott is Krisztus van-e már az ember szívében, vagy pedig csak valahogy berohan karácsony estéjén, és csodálkozik, hogy üres marad a jászol. Hogy ez a készült különböző akadályokba ütközhet, egy nagyon aranyos kis történet mondja el, amely történet elsődlegesen arról szól, hogy egy szentmisét, egy istentiszteletet hogy próbálna a kis ördög elrontani, de azt hiszem, hogy bár a szövegben szentmiséről van szó, nyugodtan az adventi időszakra is érthetjük, meg akár egy picit bővíthetjük is. Így szól ez a kis történet. Egy ember, aki egy vasárnap reggel a templomba igyekezett, nagyon meg volt lepve, amikor az ördögöt a templom ajtó közelében találta. Mit csinálsz te itt? Kérdezte nagy meglepetéssel. Éppen úgy megyek a templomba, felelte a sátán, mint ti. Hiszen az emberek azért járnak oda, hogy ellenem imádkozzanak és prédikáljanak. Ki védelmezne hát engem, ha magam nem lennék ott? És hogyan védelmezed magadat? Kérdezte a templomba járó. Ó, erre a célra nekem 1000 féle eszközöm is van. Először is, tehát még jókor ellátogatok azokhoz a családokhoz, amelyek templomba akarnak menni, és igyekszem egyenetlenséget szítani férj és feleség, szülők és gyermekek között. Úgy indítom, hogy a férj fölbosszankodjon a kemény gallér miatt, amelyiken nem akar keresztül menni a gomb, és így annak a feje lepattan. Ezáltal elveszti a jó kedvét, a feleség pedig elveszti a jó hangulatát azért, mert valamelyik fiókban hiába keresi a kesztyűjét. Ilyen eszközökkel megakadályozom azt, hogy templomba menjenek. Vagy elrontom a hangulatukat, hogyha mégis elindulnak, annak valami hasznát ne láthassák. Azoknak az embereknek a számára, folytatta az ördög, akik komolyan és magukba zárkózva indulnak el, más eszközöket használok.
Mindig van ugyanis egy leány vagy asszony a templomban, aki a figyelmet magára vonja. Ekkor az asszonyok pillantásait az ilyenek ruhájára irányítom. Megvizsgáltatom velük pontosan a kalapját, a blúzát, és a prédikáció elrepül a fejük fölött. Azok a férfiak pedig, akiknek egy kis irodalmi műveltségük van, a prédikációban itt is, ott is egy-egy kevésbé helyes kifejezést vagy stílushibát fedeznek fel, és így a formára tekintenek, a tartalomra pedig nem figyelnek. A templomból való távozás alkalmával azután megteszik a maguk kölcsönös észrevételeit, és így minden hatás elvész. Az a másik hölgy meg amott fél a meghűléstől. Nos, tehát kioghatatom, hogy itt vagy ott, valamelyik ablak nyitva van, és az egész istentisztelet alatt nem gondol másra, csak a húzatra, ami így az egészségét veszélyezteti. Na és a kereskedők, úgy intézem a dolgokat, hogy előző este vagy reggel az istentisztelet előtt rossz híreket halljanak. És innentől kezdve csak ezzel lesz tele a fejük. Egy padon egy anya ül, gyermeket hagyott otthon, aki a bölcsőben alszik. Gyorsan az eszébe juttatom, hogy a kicsi fölébredt, és most az a veszély fenyegeti, hogy az ágyacskájából kiesik. És ez az asszony egész idő alatt nyugtalan lesz. Látok néhány jó megjelenési urat, akik figyelmesen hallgatnak a papra. Rögtön felhívom a figyelmüket, hogy amit most hallottak, az erre vagy arra az emberre vonatkozik, aki szintén ott van két paddal arrébb. Ekkor rögtön elkezd János Péterre, Sándor pedig Józsefre gondolni, és elindulnak hazafelé, nagyon megelégedve a lelki pásztorral, aki jól megmondta a szomszédjuknak, és önmagukkal. Ha pedig egy hallgatót a szentmise ideje alatt nem tudok elvonni a figyeléstől, akkor megpróbálom őt hatalmamba keríteni a kijáratnál. Felindítom az embereket, hogy mindenféléről kezdjenek el beszélni, aminek a templomhoz semmi köze. Úgy irányítom őket, hogy Isten tisztelet után olyan embereknél tegyenek látogatást, ahol csak világi dolgokról lehet beszélgetni. És így kitörlök belőlük, a lelkükből minden jobb benyomást, amelyre a templomban tettek szert. Ezek voltak az ördög nyilatkozatai a kérdezősködő számára, amikor a templom felé indult. Hát így ez a kis történet, és mint mondom, ne csak a vasárnapi szentmisére, hanem az adventi időszakra is vonatkoztassuk mindezt, hogy mi minden és ezen túl még további hány és hány ezer dolog vonhatja el figyelmünket attól, akihez és arról, amiről indulunk, illetve megemlékeznünk kell. Nézetem szerint korunk legnagyobb egyház tanítója, 16. Benedek pápa így fogalmaz egy gondolatában: az éjszaka a világ sötétségében engedjük még magunkat meglepni, felrázni és megvilágítani Isten ezen rendkívül megrázó tettétől, amely teljesen váratlan tőle, Isten gyermeké lesz. Engedjük magunkat meglepni, engedjük magunkat megvilágítani attól a csillagtól, amely örömmel töltött el az univerzumot. A gyermek Jézus elérkezve hozzánk ne találjon minket felkészületlenül, csupán arra figyelve, hogy a külső szépséget létrehozzuk, és a külső szépséget csodáljuk. Ne csupán a külső szépséget, hanem azt, akiért és amiért van ez a bizonyos szépség. Utolsó gondolatként pedig egyetemi professzorunknak, Ránic Mihály atyának egyetlen gondolatát mondanám még erre az időszakra. Ránic professzor úr így fogalmazott talán a múlt hétre írt egyik hétköznapi elmélkedésében, hogy a mai világnak és a mai hívő létnek is az egyik legnagyobb veszélye a gatás. Most ha nem értjük, hogy mi ez, hogy gatás, ez nyilvánvaló, hiszen nincs ilyen szó. Gatás, vagyis imádkoz gatás, szeret getés, és hasonló ilyen gatások. Mondja, ilyen nincsen, hogy imádkoz gatás. Vagy ima élet van, Isten kapcsolat, vagy nulla. Vagy út van az Isten felé, vagy nincs út. Vagy készület van, vagy nincs. Vagy advent van, vagy nincs.
vagy úti célunk van, akihez és akiért, vagy nincs. Ennek a gatásnak a világát tudjuk valahol magunk mögött hagyni, ahhoz, hogy felragyogjon a mi szívünkben is Jézus Krisztusnak a világossága és a fénye. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt az utat úgy járjuk végig, és odaérkezzünk el, akihez vezetni akar bennünket a csillag. Úgy járjuk végig, hogy ezer és ezer dologgal ne vonja el a figyelmünket, a kis ördög vagy bármi más, 24-én reggel is Krisztussal legyen tele a szívünk, és amikor oda térdelünk a jászol elé, akkor tudjon a kisded Jézus elmosolyodni, mert felismer bennünket, felismeri azt az Isten gyermeket bennünk, akivé az Isten teremtett. Ha ilyen lesz az utunk, és valóban felismerhetőek leszünk Jézus előtt, akkor lesz karácsonyunk. Kívánom, hogy legyen karácsonyunk. Köszönöm Esperes úr gondolatait. Gitárhúrjai pendülnek most meg a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola művészeti tagozatának gitár együttese által, Horváth József vezetésével. Granados, melódia, G-Horjó, emlékezés. Gitáron játszik Hegedűs Dénes, Pálinkás Józsué, Kőrösi Zalán, Oroszi Zsolt. Majd Fuvola triót hallhatunk Barna Sarolta, Müller Karola előadásában. Huck Andante, felkészítő Albert József.
Az angyali kórus angyali hangon énekel önöknek. Leszállt az ég. Következnek a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és ami diákjai Horváth József vezetésével. Majd az evangélikus férfikar Homoki Pál vezetésével két keresztény énekes szólaltat meg a megváltó születéséről. Örvendjetek keresztjének, valamint mennyből jövök most hozzátok. Thank you.
Az ifjúsági zenekar tagjai Horváth József vezetésével karácsonyi dalokat adnak át a zenekedvelő közönségnek. Pintér Béla, Szívemből szól ez a dal. Éneklik Gál Csenge, Zöldák Dorina, Varsányi Laura. Azon a csendes éjszakán Daróczi Dóra, Medvecki János. Vokálozik az angyali kórus. A baptista énekkar két művel készült a mai ünnepi koncertre. Vezényel Ficsor Veronika, szólót énekel Máté Tamás, zongorán kísér dr. Matus István. Halld e kedves zengeményt, csodálom Jézus nagy kegyét. Szívemből szól egy dal.
Felnőtt duót hallhatunk két zenetanártól. Kim Oliver, karácsonyi ének. Előadják Albert József klarinéton, Bálint Ákos zongorán játszik. Utána karácsonyi jelenetet adnak elő az evangélikus iskola diákjai Happold Éva felkészítésével. Név szerint Loridon Ákos, Nagy Maja, Galambos Jázmin, Fritman Gergő, Haskó Márk, Fülöp Marcell, Péter Botond és Kismolnár Dorka. Thank you.
Tamás János a karácsonyi Jézushoz. Jézus, te is születtél, milyen fiú lehettél, verekedni szerettél? Hát most, Dani, vagy jobb voltál minden földi gyereknél? Hát zöldeglest ettél-e, egészséged vesztél-e, páron sokszor estél-e, kék foltokkal rakva hányszor értél haza estére? Panasz is volt néha rád? Ne szomoríts a nevád, hogyha elszakadt a ruhád, vagy valamit összetörtél, kiporolt a jó anyád? Ó, te égi tiszta fény, követni mennének én, szakadékok peremén. Ha tudnám, te is így kezdted gyermekként, akárcsak én. Adjon Isten Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk, lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis juhocska mondta biztos, itt lakik a Jézus Krisztus. Menj hát, királye nevem, segíts édes Istenem. Isten fia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi vénpapok. Úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél. Eljöttünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk égi ország. Gáspár volnék a féle, földi király személye. Adjon Isten megváltó, megváltó! Jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrögyött. Hoztunk aranyat, hat marékkal, tömjényt egész vasfazékkal. Én vagyok a boldizsák, a kiszerecseni király. Irul, pirul Mária, Mária, boldogságos kismama. Hulló könnye záporán át, alig látja Jézuskáját. A sok pásztor, mint muzsikál, meg is kéne szoptatni már. Kedves három királyom, jó éjszakát kívánok! Legszebb ünnep a karácsony, minden évben várva várom. Gyertyák fénye mind ragyog, sok ajándékot kapok. Hálás szívvel köszönöm, de a legnagyobb öröm, hogy Jézus megszületett, szeret minden gyermeket, és ő ad örök életet. Gyülekezeti énekre hívom ismét az ünneplőket, gyermekeket és felnőtteket egyaránt. A kis Jézus megszületett. Két verszakkal énekeljük. Orgonán kísér, ifjú Páncél László kántor. Utána Hojman Skót balladáját négykezes páros előadásában hallhatják. Kunc Hanna és Kunc Ábel János zongorázik. Dr. Fodor Katalin tanárnő felkészítésével. Thank you.
A Revival Evangélikus Vegyeskar Jézus születésének ünnepére két művel készült. Gárdonyi Zoltán, Ó, te üdvözítő! Francia pásztordal, Csillagfényes éjszakán. Vezényel Homoki Pál, zongorán kísér ifjú Páncél László. Thank you.
Vince András zongorajátéka a meghitt pillanatokat idézi elő. Gonda János, Dallamváltozatok című darabja következik. Felkészítő dr. Fodor Katalin. Az ifjúsági zenekar tagjai Horváth József vezetésével igazi karácsonyi hangulatot idéznek elő dalaikkal. Legyen ünnep, Daróczi Dóra. Ünnep volt. Daróczi Dóra, Medvecki János. Karácsony éjjel, jöjj már, Lakatos Linda. Thank you.
Méltó lezárása következik a mai estnek. Ezzel a meglepetés dallal kívánnak a szervezők minden családnak áldott karácsonyt és meghitt ünneplést. Lakatosné Happold Éva, Homoki Pál, Udvarhelyi Attila és Horváth József, aki zongorán kísér. Klasszikus karácsonyi dal nélkül nem lenne teljes a mai zenés est. A csendesét először hangszereken szólaltatják meg, majd a gyülekezettel együtt énekeljük el a három verszakot.
Az adományok a Soltvadkerti rászoruló gyermekek támogatása céljából az Egyesített Szociális Intézmény javára kerülnek felajánlásra. Állófogadásra a német önkormányzat szervezésében a polgármesteri hivatal dísztermében kerül sor a meghívott vendégek számára. Köszönet az est szervezőinek és közreműködőinek, akik most elköszönnek önöktől. Az Evangélikus Egyház Revivál vegyeskara, férfikara, Homoki Pál lelkész vezetésével. Ficsor Veronika vezényletével a baptista kórus. Horváth József ifjúsági zenekara, gitáregyüttese és angyali kórusa. Felnőtt duó, Albert József és Bálint Ákos tanárok. A Fuvola trió Albert József vezetésével. Dr. Fodor Katalin zongora tanárnő. Daróczi Csaba tanár. Dr. Matus István, zongora kíséret. Máté Tamás, szólóének. Ifjú Páncél László kántor. Hangszeres szólisták és a gyermekversmondók. Hozdik Zsolt, esperes. Lehóczkiné Nagykata és nagyné Venyhart Irén, akik a dekorációért voltak felelősek. Jaszanovics Zsolt, technikus. Mátyus Lajos. Bíró Róbert, fotós. Valamint Soltvadkertváros önkormányzata. Soltvadkerti Evangélikus Egyházi Óvoda. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI. Soltvadkerti Római Katolikus Egyház. Schisler Péter. Az adventi koncert szervezői Lakatosné Happold Éva, Homoki Pál, Horváth József és Udvarhelyi Attila. Valamint én magam is, Lakatos Réka. Ifjú Páncél László kántor Páhebel korál feldolgozásával köszön el önöktől.
A klasszikus dalok kísérjék el önöket otthonaikba, hogy a Szent Este ezekkel a tartalmakkal legyen teljes minden család számára. Áldott karácsonyt kívánunk minden családnak. Szép estét, jó éjszakát, a viszontlátásra!